Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mai napra rendelt új szövetségi ige János apostol első leveléből a negyedik rész első 6 verse. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig itt is van a világban. De ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istenből valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a téveigés lelkét. Igazán egy kihívás az ember számára, hogy amikor hallunk valamit, mennyire érvényes az a mi életünkre. Ki mond ma érvényeset? Mert szépet, jót, építőt, léleksimogatót sokan mondanak. Ahogy valaki fogalmazta, ma a pszichológusok korát éljük. És nagyon érdekes, hogyha körülnézünk szűkebb egyházi környezetünkben, akkor az egyházban is, nem a teológiában, vagy az egyházban elmélyülő kutatók azok, akik az elismeréseket besöprik, akik teológiai üdvösség kérdéseket feszegetnek, hanem a népszerűek, a pszichológizálók és a menedzser típusúak, akik a lélekkel és az építkezésekkel foglalkoznak, akik a lélek és az anyagiak megteremtői. És a siker kulcsa ma a megoldás, a jó megoldás, ahol feloldódik az életnek minden nehézsége. János pedig arról beszél, hogy távlatosan az Isten lelke oldja fel az ember életét. Ki oldja meg a kérdéseinket? Ott oldódnak meg ezek a kérdések, ahol az Isten lelke munkálkodik. Az oldódás az Istenhez való tartozásban van, amikor megéljük, hogy Isten Jézus Krisztusban mindent nekünk adott. Az életet, a halál fölötti győzelmet, és a végső nagy reménységet, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Új és romolhatatlan élete lesz. Ez, ami számol a rosszal és a bűnnel, mert amúgy a világ nem. Pedig a bűn jelen van. Nem olyan rég beszélgettünk egy asztal közösségben a mesterséges intelligenciáról, annak problematikájáról, lehetőségeiről, és az egyik megszólaló egy nagyon optimista világképet vázolt fel, hogy eljön majd az idő nem sokára, amikor az emberek 2-3 órát dolgoznak egy héten, és a többit pedig a hobbijuk töltésével élhetik. Vajon ennyi lenne az emberi lét és a küldetés? Vajon Isten nem többet bízott ránk? Isten nem a tétlenségre hívott el minket, miként arra sem, hogy beleszakadjunk a munkába, hanem a vele való közösségre. Talán a mostani életünknek és az eljövendőnek, amit nem ismerünk, ez a reális alternatívája, aki Istenben van, Istené marad, és az ő szeretetét éli, ráéli erre a világra. Amen.